néhány fontos kérdésben sikerült megállapodnunk, elsősorban a vízgazdálkodás, az energetika, a mezőgazdaság, az oktatási együttműködés, illetve a befektetés ösztönzés területén, továbbá a turizmus egy olyan azonosított közös érdekeltséget képviselő terület, amelyen egy hatékony együttműködés keretében reméljük, hogy mind a két ország javára érdemi eredményeket tudunk hamarosan felmutatni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar kormány kiemel stratégiai partnerként tekint Egyiptomra. Ez egy sok évtizedes, stabil és mély alapokkal rendelkező kapcsolat, ugyanis egészen már a 60-as években Magyarország szállította Egyiptom számára azokat a vonatokat például, amelyek a mai napig Egyiptomban futnak, és a mai napig az egyiptomi vasutat. Gyakorlatilag magyarnak hívják, tehát van egy nagyon komoly referenciánk. Ennek alapján az elmúlt napokban Sziszi elnök úr látogatása során aláírásra került egy megállapodás Magyarország és Egyiptom között, amely arról szól, hogy minden idők egyik legnagyobb magyar vonatkozású külgazdasági üzletkötése keretében a következő években több száz vonatszerelvényt, kocsit fogunk leszállítani Egyiptomnak. Ez egy hosszú távú és óriási léptékű együttműködés, ami felrakja a koronát arra az erőfeszítésre, amelyet mind a két fél az elmúlt években megtett annak érdekében, hogy ma ezekről az eredményekről, eredményekről be tudjunk számolni.